ha ott vannak, mondják, hogy álljanak, és akkor... Hölgyeim és uraim, ez volt egy voodoo megnyitó, én azt hiszem fantasztikus volt. És akkor én még visszajövök egy picit fárasztani önöket, elmondom egy mondatba, hogy mi az, ami sikerült és mi az, ami nem sikerült. Remélem, hogy sikerült megjavítani a zsinór nélküli mikrofont. Kinézek oldalra, ingatják a fejüket, nem lehet tudni, hogy így, vagy így, ez még nem dőlt el. Ami nem sikerült megszereznünk egy filmet az a jelenlegi turnéról, ez pedig valahol München és Budapest között az idő alagútban, a cyberpunk világban elakadt ez a videókazetta, úgyhogy elméletileg megvan, de ma este nincs itt. Nem sikerült ezen kívül még bizonyos közreműködőket megnyernünk a ma estének, nem sorolom fel a nevüket. Nézzük inkább azt, ami összejött. Összejött egy-két fantasztikus zenekar ma estére, néhányat már láttak belőlük, néhány még majd most következik, valamint összejött egy videófelvétel Földes Hobó Lászlóval, aki néhány szóban szeretné üdvözölni az egybegyűlteket. Az alatt a Kinnovány zenekar összeszereli saját magát, mikrofonjait és végtagjait, és elkezdődik a koncert. Földes László. Első Rolling Stones nagy lemezen a legelső számnak ez a cím, a 66-osabb szám. 94 van most, és ezt én 65-ben hallgattam először. Egy repülőjét segítsége vármentem Chicagóba, fölkaptam egy haverom kocsiját, és elindultam a zene 66-osabb. Chicagóba, Frisco-ba, Frisco-ba, Los Angeles-be, onnan pedig New York-ba, Rolling Stones. Voodoo Lunch turnéra. Három előadást láttam, és ez volt a az első három, ami nem tetszett. Korábban láttam 89-ben Amerikában, 90-ben Európában és 81-ben, 82-ben és 76-ban. Meg voltam döbbenve, hogy a dolog valami baj van. De mivel most tanultam meg autót vezetni, és keresztül mentem Amerikában, hogy nekem egy örök álmom volt, hát azért nem éreztem olyan nagy csalódást. Így tücsörögtem, de a hatodik szám után aztán beindult a koncert. És azért előkaptak valamit, ahol amiért érdemes utóban menni, meg kiadni a pénzt erre, hogy az ember megnézze ezeket a hémmarhákat, hogy mit csinálnak. Nem lettek legebbek, nem rosszabbak, és nem volt olyan jól összeállítva, mint legutóbb. Vagy mint eddig akármikor, amikor én láttam. De hát aztán beindult a dolog, és hát lehetett tudni, hogy valami baj van, mert a készítésem nyilatkozott, hogy nem lehet úgy nézni, hogy valaki 5 évig nem játszik, vagy 4 évig nem játszik, és aztán én is még neki áll egy ilyen 50-60 előadásos
stadion turné elé. A Jagger megmondta, hogy a turné elé az mindig szalad, mert a közönség nem ismeri mi az új számokat. Elég sok új számok játszottak, amelyek közül egyet, Autosphere, ezt kifelejtettem volna, a műsorban elég nyálas volt, és falzettben nyafogott a Jagger stadionban, ez nem veszi nagyon jó ki magát. De a többi az, másik öt azok rendben voltak, úgyhogy a végére azért az első hat szám utáni csalódás után azt mondtam, hogy hát jó, hát a 90-ben jönnek Európába, vagy 95-ben jönnek Európába, egy fene hajlandó leszek játszanak. Azoknak, akik pedig még nem látták soha, azoknak mindenképpen ajánlom. Hát lassan nagybabáktól alsó tagozatosokig járnak a Rolling-ra, úgyhogy ez egy ilyen több generációs dolog. Előfordulhat, hogy a következő turnét már tolókocsiból játsszák. Úgy legyen. Hölgyeim és uraim, most pedig a Gimnovák zenekar műsora következik. Get him on, get him, get him on, get him.
Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Önök a Rolling Stones fesztiválon vannak most, ha nem tudnák. Egyébként fogalma sincs, hogy önök honnan tudják, hogy van ez a fesztivál. Biztos nem véletlen vagyunk ilyen kevesen. De mindegy, ne szidjunk senkit. Hála Istennek! Senkit ne hozzon zavarba, hogy egy árva tiszta hangot sem tudok elénekelni, mert rengeteg barátunk fog ma este föllépni. De szíves engedelmükkel előveszettem két dal. Az első az, hogy... Hogy? Oh,
szerencsém első vendégünket bekonferálni. Závodi János! És következik Chuck Berry, Lady Queenie, énekel Privi György! Jó, hát akkor a vokál mikrofonba fogom énekelni ezt a dalt Chuck Berry barátunktól, Little Queenie. I got
és uraim! Végre valaki tudott énekelni ma este? Hallgassanak meg egy nagyon-nagyon-nagyon szép dalt. Az a címe, hogy Down in a Hole. Jagger Richard szerzőny. Nekem tetszik közben. Your money, buy forgiveness, keep it from sickness, keep it from cold. In American soul.
Hölgyeim és uraim! Ki az? Peti, a gitárosokat bejelentem. Jó. Egy ördög ilyen szimpatikus, vagy szimpatikussal ördögi gitáros szeretnék bejelenteni. Hölgyeim és uraim, Tátrai Tibor! Hú! Na mi van, urak? Take the meteor, hope you get the power.
indulok! Yes! És most az első beletői. Kit is? Ferenci György! Ferenci György! Ferenci György! Hölgyem és uram! Ferenci György! Megérkezett. És jöjjön a Menhis Baj! Oh yeah! Georgia, man!
Még nem tudom, majd most januárban nézzük meg, hogy milyen meleg van igazán. Többet nem adok, szerénységem tiltja a zenéjük. I'm on the fence, I'm in the rust of my mind. I see one day I'm in the rust.
Kötöttségünket a Stoneshoz. Adj még egy szerepe! Yeah.
Ne keseredjenek el! A helyzet nem ennyire komoly, azért sokkal jobb jön. Tudják-e, ki az a Tirke Honolú? Ki az? Nem Takás Tamás a Tirke Honolulu, hanem a két nagyon jó barátom. A Gyeres Doktor, meg a Csirke, és a Brown Sugar! Yeah! Stop, 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 stop! Van a cukor, kicsit nagyon. Egy hajó, valahol tudod. Brown Sugar! It's a honey test, Kuzmoff. Fedni be!
bízunk Istenbe, hogy a rövid gitárcserét vesz igénybe. Mennyien jöttek el? Now he's strong! Tears are sweet! Love is strong! Tears are sweet! Make your double spread! Stop!
Most szabadok leszünk és gurulni fogunk, mint a dobókocka című darab. Ez nem gyári. Autentikus Phil Stolbrun. Starfucker!
Vagyok. Ferenci Györgyöt várjuk a színpadra. Gyurika! Mit,
Gyere, gyere, gyere! Ez az! Taps, Ferenc Győr! És a Miss You! Jöp! Jöp! I'll be hanging on the phone. I'll be sleeping alone. I'll miss you, child. I'm gonna make it.
Segítségével, hogy a Földes László, Hobó, ez videón fog énekelni, mivel élőben kísérjük. A Magyarország eddig páratlan kémiai kísérletnek lehetne. Szenttanúi rövid csöndet kérek. De. Ez a dal a You Got To Know lesz, és még semmi. Egy azon időben kell elindulni a magnolat és a zenekarnak. Tragikus. Figyelj. Mindenki készen áll? A múmiák kiszállnak a síból. Figyelj! Hopp! Na, mi van, ifjú hátul gombolósok? Összejöttünk. Thank you.
először ilyet, hogy nem láttam. Na már most! Hölgyeim és uraim! Ezt meg átszomottam, hogy hölgyeim és uraim, a következő vendégem az én kicsi titkos szerelmem, akivel egy nagyon-nagyon klassz felvételt fogunk elénekelni, aminek az a cím, hogy It's All Rock and Roll. Név szerint Keresztes Ildikó! Taps! Sikerült levenni már a mozgást is, sziasztok! Valami, figyelj, Péter! Na mutasd! Jó vagyok, nézd meg! Aha! 85! Hölgyeim és uraim, már is megtaláltam puskával! Én vagyok a csomagoló királyfi! Mert! Nekem kisebb van! Valaki ellen dolgozom! Na! It's like a thing, yeah. Just don't know you're not.
hogy kedvesem a titkos. Hölgyeim és uraim, meg kell mondanom, hogy halványilag őzöm sincs, hogy mi jön. Valaki avasson be. Én attól tartom, hogy cipő következik. Van szerencsém bejelenteni azt a barátomat, aki eljátszol önnek a Porté Plus-t. Republikból cipő! Melyik a jó? Ez jó? Ha nem baj, akkor majd alul fogok énekelni. A Bordai közt 1980-ból ott hallottam először. Kisvárnán hallottam először. A Bordai ezt a számot is úgy fogom énekelni, ahogy ott hallottam. Amikor nem utóbb itt álltam, akkor egy divatlanulaton léptem föl, de most sokkal jobban éreztem magam. Köszönjük! Fogalmam sincs megint, hogy mi jön. Szerintem megkérdezni, hogy a Korom Attila, a barátom itt van-e? Attila, itt vagy még? Hol? Jön és jön. Hölgyeim és uraim, szeretném felkonferálni azt a gyerekkori barátomat, akivel nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt. És most megint végre, valahára egy színpadon vagyunk. A Korom és az Angyalszív zenekarból Korom Attila!
Attila, tap! Hangosan! Következzen egy Jagger Richards népdal. Ez az együtt dolgoztunk, ez úgy nézett ki, hogy körülbelül 12 évvel ezelőtt leálltunk a kis szobámba a tükör előtt, és megbeszéltük, hogy én leszek a gitáros, és a Péter lesz az énekes, és akkor lögtük a gettnót. No! Hölgyeim és uraim, meghallhatják, hogy jelentem. A végeredménye semmi jó, jelentem. Következzen egy nőgyűlölő számot vagyok kénytelen elénekelni, pedig szeretem a nőket, de hát ez jutott nekem. No! Legyen annak a címe, halott virágok. Dead flowers! Ja igen, szeretnénk, ez az.
Előző Jagger Richard szerzem, hogy analóg kis népdalunkat adjuk elő. Ferenci Gyuri barátom segítségével, hogyha hajlandó idejönni a büféből. Gyurika! Gyuri, tegyen meg egy feeling nyújtat. Feeling nyújtat a büfé és a színpad között. Ferenci Gyuri! Na jó, addig felkonferálom a másik barátomat, akik önök még nem nagyon ismerhetnek. A félkarú óriás, a legszelidebb szemű billentyű, Sári Péter! Tapsot kérek neki! Félkézzel is eljött lejátszani a számot. Én meg két lábbal sem tudom elénekelni. Na hát akkor hallgassuk meg a magyar etnikus folk egyik remek példáját, közben Kölcsbe áll a lába. Yeah!
Köszönjük, bejelentem az én visszatérő barátomat, szintén akarom és az angyal szívből. Diósi Dezső Ákos! Ő az elejét örökre jutott. Taps, kérem, örök meg dolgozni. Nem úgy, mint én. No. Most már csak kevés saját szám lesz, aztán visszatérünk a Stones-okra. Be kell vallanom önöknek, hogy még nagyon várunk valakit, azért húzzuk az időt. Mondom neki kicsoda. Úgyhogy itt? Billy az messze van ettől a várostól, hogy olyan személyiség közeledik Budapestről, amire nem is álmodtak volna. Legyen egy olyan dal, ami egy cicáról szól. Yeah!
Thank you.
Hölgyeim és uraim, most ismét megint teljesen más. Mihajt kérnék szépen a színpadra, egy nagyon nyugodt darabot szeretnék előadni. Hiába való szerelem. Kérem, nagyon nagy tapsot kérek a barátomnak. Tuki! A gitáron. Mindjárt megkaptunk egy gitárt, és meghallgathatják a mai este utolsó mikrópontját. Tehát, hogyha ez a mikrofon áll, hogy elindul valami... I'm fighting, going to station. Kicsi átszerelés van. And a suitcase in my head. Legalább ilyen. Hú. Jellegű előadást hallanak. Bugi, beszélek neked egy ének mikrofont, jó? Orcán elő mikrofon. Itt vagy te is. A hölgyeim és uraim, füleljenek jól! Bugi és a... Loving Flame. Csak nyugodtan, csak nyugodtan. And I followed her to the station. With a suitcase in my hand, followed her to the station. With a suitcase in my hand. It's hard to tell, it's hard to tell. And all your loves in vain. When the train roll out to the station, I look at her in the eyes. The train roll out to the station, I look at her in the eyes. I could not help but cry. Gyuri bácsi, fuss fel véle. Thank you.
Wherever two lights on me I am. The trail of the station. There are two lights on behind. Blue light was my blues. Red light was my mind. All my love's a game. Thank you.
Hölgyeim és uraim, jön egy lelkemnek nagyon kedves dal. És egy lelkemnek nagyon kedves előadó. Fogadják sok szeretettel a Gimme Sheltert és Kovács Kati! Yeah! Taps! Na most előre köszönöm. Hölgyeim és uraim, és Tóthjára sudom! Ho! Na jó, egyre többen vagyunk. Just kiss away. Thank you.
Hölgyeim és uraim, Somlón Tamás! Yeah. Jó nagy szöveg! Jó estét az összes gördölőkövek rajongónak! Reméljük, hogy senki nem hallja majd, ami most következik az igaziból. Az a címe a dalnak, azt hiszem, hogy az égetett cukor. Brown sugar! Már volt egyszer, ugye? Akkor még egyszer. Na, akkor elkezdjük. Miről szól a saxofon? Miről szól a mikrofon? Enyémből. De majd megtalálják. Okay. Brown sugar! Oh,
A szervezés csődje. Jöjjön a vége blokk. Nyilván azokat a klasszikusokat neked most fogok hallani, nem kell külön bejelentenem, úgyhogy szerintem csapjuk be. Na vajon mi ez? Jumping jack flash, it's all good. Jumping jack flash, it's all good. Jumping jack flash, it's all good.
a végéhez! Van szerencsém fölkonferálni azt az embert, aki ugye gitáros, én fogom bejelenteni, akinek ez a mai este köszönhető jegyetlen összejött. Nagy Ákos! Yeah! Pecsa! Eladunk egy teljesen ismeretlen dalt. Pasiról szól, aki nem tud kielégülni. Hölgyeim és uraim, azt nem csak hogy ez az utolsó dal. Leges legutolsó, mert nekem végem van. Úgyhogy, aki még táncolni akar, tegye meg, esetleg tapsolni. I'm going to be
Yeah!
hangulatot a disztóhoz. Sok! Pont János Rudolf, gitárom, köszönjük szépen! Minden kedves közlemünk önökre! Hogy a Kinovák zenekar és barátai nagyon elfáradt, és már nem játszik többet, van. A jó hír az, hogy a program nem ér véget, ugyanis most egy házi buli kezdődik a Thanks Lengs zenekarral. Nem mozduljon a programosulni, hogy jól is itt van. Állott